abban a Gyilkos-tó felé vezető sugárúton. Egy kis erőpróba gyanánt. Most már hárman vagyunk. Mind a három testőben. És persze, vannak akik gyalog. Szia! Tartják karban a testet. Ami megbicalja. Fellendülébe a turizmus. Gyergyóban is. Hűtős kalács. Füsítő. Ez a jó. Kiadó szobák. Kisi eső. Közben megvolt a víztankolás. És megyünk tovább. Van egy kis tervünk, hogy egy darabig talán fölmegyünk. Na, aztán meglássuk, hogy még mi lesz belőle. Elindultunk fölfelé a Serpentine úton, a 9-estől. Viszonylag csendben. Itt a kicsit a forgalom megállt volna, és olyan jól esik a fülnek hallani a békény csobogását. És veszük be az első nagy kanyart, szívdöglesztő egyenesen. Szerintem. Na hát abban az irányba tartunk, ott van az a kis pózna. Látszik is ott van a pomba, tehát én hát. Mindenképpen gyönyörű. Főleg, hogyha így átnézünk. Ó, mit ér ez a kis árnyék, ugye? Ilyenkor aranyok. Jön a lengyel kanyar. Elvasz! Hát nem is túl vagyunk, de jöjjenek a utolsó 100 méterek. Ugye a pongrászvető előtt, ha már érzem a hideg sört, aztán kérdés, hogy lesz-e valami belőle, mert azért most már mi is feladnánk a pongrászvetői kínálatot. Ó, mennyi bica is van, basszus, az ilyen. És számítottunk erre. Egy kicsit még a táj ilyen gyalulási folyamatban van, de alakult. Azt lehet mondani. Lehet látni, hogy mi vagyunk az első kidróttomára, illetve gondolom utolsók sem a, mert még tart az idő. De a parkírozó legyen sem. Hát oda-oda. Hú, meg vagyunk ki, ha pont jó, akkor ne. Hát egymásba tesszük, és összekössük, és akkor nem viszik el. Na, csuk sör. Persze alkoholmentes, mert vezetünk. Köszönöm a csüke.
közben, akkor most már indulás haza, mert lassan sötétedik. Gyönyörű ez az út. Bárki bármi. Végeztünk a mai akció jelenetekkel, úgyhogy lesz legközelebbi biciklizés. Miért ne lenne? Köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenki részéről!